Az ajtócsukódás, amit magyarok milliói ismertek meg a múlt század utolsó évtizedeiben. A szovjet gyártású Lada személygépkocsik története éppen 50 éve ezzel a modellel kezdődött. Az olasz fiát segítségével készült Zsiguliha a világot nem is, de a keleti blokkot meghódította. Különböző típusaiból több mint 17 millió darabot adtak el. A ladák Magyarországon különösen népszerűek voltak. Részben azért, mert itthon nem gyártottak személyautót, részben azért, mert megfizethető volt az áruk. Ennek köszönhető, hogy egész Európában Magyarországon van a legnagyobb kultusza a márkának. A több mint száz főt számláló Veterán Zsiguri Egyesület tagjainál igazi ritkaságok is vannak. Például ez a Tajga, ami a még ma is kiváló tereptulajdonságokkal rendelkező Niva osztrák verziója. Egy igazi oldtimer zsiguli több millió forintot ér, de ennek a töredékéért is át lehet élni a 70-es évek hangulatát. Szerintem a zsiguliban és minden ilyen korú autóban az a legjobb érzés, hogy te vezetsz, és nem az elektronika. És ez egy olyan különleges élményt ad, ami ugye sokszor egy, egy magasabb minőség, egy, egy jobb érzés, mint a mostani korszerű autókat vezetni. A Lada néhány éve ismét megpróbált új autókkal betörni az európai piacokra. Nemrég azonban bejelentették, hogy leállítják modelljeik forgalmazását az EU-ban. Az utóbbi időben a márka neve a rossz minőséggel és az elavult technológiával ford össze, a kezdetekkor azonban teljesen más volt a helyzet. A mai fiataloknak a ladáról már egyáltalán nem a luxus jut eszébe. A 70-es években viszont az 1005-ös Zsiguli még a korszak presztízs autójának számított, minőségi beltérrel és lehajtható könyöklővel. Magyar Ádám, Euronews, Budapest.